Sziasztok! Hát ma is együtt edzünk, és háttal nem kezdünk mondatot, legfeljebb sok-sok csodás gyakorlatot, ma a hátunkat fogjuk edzeni, és ne szorítsuk háttérbe az ilyenfajta testmozgást, mert a testtartásunk remek és szép külalakot adhat nekünk, és ebben a hátizmoknak óriási a szerepe, és tudjátok, nem csak az edzés, az étkezés is nagyon fontos, ne feledkezzetek meg receptkönyvünkről, illetve azt megvásárolni, ha még eddig nem tettétek, és az étrendjeinket is nézzétek meg, illetve vegyétek, vigyétek, és kezdjük is a mai gyakorlatainkat. Először minden gyakorlatot bemutatok. Ennél a gyakorlatnál figyeljünk arra, hogy mindegy cicus jól toljuk fel a hátunk közepét, nézzük meg a köldökünket, és utána pedig felfelé feszítsünk és egy kicsit homorítsunk a hátunkkal, mindeközben a térdünk és a karjaink fixen maradnak. Gyakorlatunk neve macska tehén póz. Hát a két állat érdeklődési körének metszete viszonylag kicsi, azt viszont biztosan mondhatom, hogy a macska pózt azt remekül tudjátok majd reprodukálni, jól felnyomva a hátatok közepét, és a tehén, hát ez a homorító része egyébként a gyakorlatnak, és mi ebbe a tehén, azt ne kérdezzük, viszont jó hírem van, gyakorlatilag meg is vagyunk a gyakorlattal. Egy igazán embert próbáló gyakorlathoz érkeztünk, látjátok hason fekve, ellentétes lábunkat és karunkat emeljük fel, az arcunk folyamatosan a föld felé nézzen, szinte az orrunkat a földbe nyomva végezzük a gyakorlatot, nagyon kemény lesz és nagyon szuper, higgyétek el. Gyakorlatunknak adhatnám azt a nevet is, hogy a partra vetett ámbrászcet, főleg ha magamat így elnézem, de az életjeleket próbálom adni a külső szemlélők számára, ti is tegyetek így. A jó hírem az, hogy hamarosan a gyakorlatunk idejének a feléhez érkezünk. Kitartást, ne kapkodjatok, jól feszítsetek rá hátból, derékból. Ennél a gyakorlatnál most ne kapkodjunk, és csak az egyik oldalt fogjuk most 40 másodpercig végigcsinálni. Látjátok, szépen lassan, szinte a földig a fejünket és a vállunkat leérintve becsúszunk a kezünk alá, csípőnk, derekunk fixen marad. Gyakorló család apaként vagy család anyaként mondhatjuk azt, hogy a gyerek valamit begúrított az autó alá, és most azt próbáljuk kiszedni, anélkül, hogy koszos legyen a szép utcai ruhánk, tehát ezt próbáljátok imitálni. Jó szépen, lassan és jó mélyen nyúljunk be, tényleg a fenekünket inkább kifelé toljuk egy picit, nagyon jó. Az iménti gyakorlat a másik oldalra is elvégezve, itt talán jobban látszik, hogy boldogan integethetünk, ha valamit esetleg találtunk a gépjármű alatt, vagy ha nem, akkor is így csináljuk. Gyerünk, kezdjük! Már mindent tudunk erről a gyakorlatról, én most csak a lelkesedésemet tudom veletek megosztani. Azt biztosan tudom, hogy nem látszik rajta, de egy nagyon kemény gyakorlat, és ezt most már ti is érzitek. Szépen feszítsünk felfele, és menjünk le jó mélyre, azaz, gyerünk, gyerünk, mindjárt megvan, már a fele legalábbis biztosan.
Ez egy nagyon kemény gyakorlat, látjátok, a karunkat előre nyújtjuk, nem érintjük a földet, hátrafelé húzunk, mintha mellúszást végeznénk, vagy valami ahhoz hasonlót, a fenekünkkel ráfeszíthetünk, és nyújtott lábbal, esetleg egy picit megemelve a lábunkat végezhetjük a gyakorlatot. Én azt gondolom, hogy bármelyik Tom Cruise filmből felismerhető lesz, amit most mi csinálunk, tehát elkerülve a lézer detektorokat, hadonászunk és mégis próbálunk előre jutni, szinte reménytelenül, de kiválóan csináljátok, ebbe biztos vagyok, a hátunk folyamatosan feszül, arcunk lefelé néz, ez az, ráfeszítünk a hátunkkal, fenekünkkel, lábunkkal, és amíg beszéltem, gyakorlatilag meg is csináltuk, ügyesek vagytok. Negatív tárogatásnak hívhatjuk a gyakorlatot, ez nem azt jelenti, hogy nagyon rossz kedvünk van és úgy tárogatunk, hanem pont az ellentétes irányba, vagyis a hátunkkal feszítünk rá, döntött törzsel és szép egyenes háttal lefelé néző tekintettel végezzük a gyakorlatot. Gyakorlatunk neve lehetne az, hogy a gyerekünk jégkréme melyik zacskóba van a bevásárlás után az autóban pakolva, és mindegyiket szétszakítjuk, hogy ezt megtaláljuk, de viccet félretéve döntött törzs, kitartás, lassú végrehajtás, és érezni fogjátok, hogy a hátatok remekül dolgozik. Ügyesek vagytok. Már fél időben vagyunk. Hiszitek vagy nem, az egyik legnehezebb és legnagyobb erőfeszítést kívánó gyakorlatról van szó, ha nem is látszik rajta, a feneketeket minél jobban nyomjátok a falhoz, tehát teljesen simuljunk csípőnkkel, hátunkkal a falhoz, és így lesz tökéletes a gyakorlat, és majd a hatása is meglátjátok. Ezt nevezhetjük a drágám, itt jó lesz-e a kép, vagy a tévéállvány gyakorlatának. Nagyon nehéz kitartani, és érzitek már, hogy nagyon fáj a hátatok. Simítsátok a falat folyamatosan, ezzel tudjátok biztosan, hogy jól végzitek a gyakorlatot, és minden porcikátok érjen a falhoz. Nagyon kemény, az arcomon is látszik. Ti is küzdjetek velem, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ennél a gyakorlatnál jó nagy ívet írjon le mindkét karunk, lehetőség szerint ne érintsük a földet, homorítsunk és minél jobban húzzuk meg a hátunkat, fenekünket, lábunkat, menni fog, látjátok, körülbelül így csináljátok. Drága feleségem az úszkáló sellő nevet adta ennek a gyakorlatnak, én egy kicsit a házát elvesztő, kétségbe esett öreg teknős békának érzem magam, de higgyétek el, hogy nem vagytok egyedül azzal, hogy ez nagyon kemény és nagyon fáj, ügyesek vagytok, jól feszítsetek, jól homorítsatok rá. Ez az, mindjárt a felénél vagyunk, kitartás, ügyesek vagytok, gyerünk, gyerünk. Evezés döntött törzsel, ismert és remek hátgyakorlat, ha erősek vagytok, egy kis súlyzót a kezetekbe vehettek, én azt mondom, hogy anélkül is remekül működik, jó lassan és a felső holdponton ráfeszítve kiváló hatást fogtok elérni így is. Most már, hogy közösen csináljuk ezt a gyakorlatot, hagyj pletyózzak nektek egy picit. Én ezt a gyakorlatot nagyon nagy súllyal végzem a konditerembe, vagy végeztem, és én azt gondolom, hogy így, úgymond üresen is, iszonyatosan tud fájni a hátam, úgyhogy szerintem húzzatok bele és kitartás, mert a hatás nem fog elmaradni, illetve az eredmény sem, ebben biztos vagyok. Ügyesek vagytok, már csak 15 másodperc.
tak, vagyis az óra számlapját fogjuk felidézni, legalábbis 180 fokba a két kezünkkel. Föntről indítunk, az arcunk folyamatosan lefelé néz, és egy ilyen 3-4 állomással ütemesen felfelé húzva fogjuk a hátizmainkat terhelni. Szerintem ezzel a gyakorlattal nagyon trendik vagyunk, TikTok vagy TikTok. Rövid, ütős, velős és nagyon kemény. Nézzétek, ahogy én csinálom, nekem is nagyon fáj. És egyébként a jó hírem, hogy egy kicsit biztassalak is benneteket, hogy ez az utolsó gyakorlatunk. Ne kapkodjatok szépen, ügyesen, ez az, húzzátok meg a hátatokat. Nagyon jó, nagyon jó. Jelentem, hogy 11 néhány másodperc és megoldottuk a mai feladatainkat is. Aki még most is velem van, az egy hős, ezt bátran kijelentem, és nagyon ügyesek voltatok, ha végigcsináltátok ezeket a nehéz gyakorlatokat. Most már nyújtunk, lazítunk, ha ismertek más lazító-nyújtó gyakorlatot természetesen, azt is csinálhatjátok, én egy pár dolgot bemutatok nektek, de nagyon fontos, és az edzés része a nyújtás és a lazítás is. Nagyon-nagyon ügyesek voltatok, ha ezt végigcsináltátok, tehát megvolt a kitartás, így szép lett a tartás. Köszönöm, hogy ma is együtt edzettünk, kérem szépen a harangot bejelölni az értesítésekhez, és a köszönöm, hogy a videó alá, ha tetszett. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!